Február első hétvégén Százhalombattán rendezték meg a 10 méteres országos bajnokságot. Örömmel konstatálhattuk, hogy a vírushelyzet nem látszott meg az indulók létszámán. 2-3 kivételtől eltekintve mindenki igyekezett itt lenni az országos bajnokságon, és folyamatosan jöttek az utánpótlás és a felnőtt korú versenyzők, mindeddig a beszélgetésünkig, és egyszerűen érezhető, hogy ki vannak érezve a versenyekre, tehát alig várják, hogy verseny legyen. Ugye ez a mostani pedig egy országos bajnokság, amely hát mindenkinek az életében, akár válogatott kerettag, akár azon kívüli, nagyon-nagyon sokat jelent, hiszen akár egy OB érem is, akár csapatban, akár egyéniben, óriási dolog egy-egy sportoló életében. Tehát nagyon nagy az érdeklődés, és a nehézségek ellenére nagyon nagy a részvételi arány is, amely egyszerűen kompatibilis az előző évekkel. A férfi pisztolyosok mezőnyében diadalmaskodó Tátrai Miklós 3 körrel volt jobb a másodikként végző Hegedűs Lászlónál. A formájával tehát látszólag nincs gond, ám így is fontosnak tartja, hogy az Európa-bajnokságig még legyen lehetősége megméretni magát. Reméljük, hogy előtte még legalább hazai versenyek lesznek, mert iszonyúan fontos az, hogy az ember versenyezzen. Azért nagyon meglátszik, ahogy decemberben elkezdődött úgymond a versenyszezon léggel. Nagyon látszott, hogy hónapok óta nem volt verseny, és vissza kell jönni, meg kell tanulni normálisan versenyezni, az időt beosztva, nagyon sok mindent kéne megtanulni, vagy visszahozni a régi dolgokból, mert sajnos nagyon kevés a verseny. A női pisztolyosoknál sem borult a papírforma, ám ez bőven tartogatott izgalmat. Major Veronika és Fábián Sára Ráhel között holtverseny volt az utolsó lövés előtt. Végül a keszthelyi klassz is örülhetett. Most éppen én jöttem ki jobban, előfordult, hogy ő jött ki jobban. Nagyon örülök, hogy ilyen izgalmasak és ilyen szorosak a döntők, hiszen így engem is jobban motiválnak és jobban tudok fejlődni. Abszolút le kellett magamat nyugtatni, teljes higgadságban voltam, és úgy álltam ott az utolsó két lövésnél, mint hogyha semmi nem múlt volna rajta. Szerintem ez volt a titka, hogy higgadt voltam és nyugodt tudtam maradni. Dávid Krisztina 10 körrel elmaradt a saját maga elé kitűzött céltól, és 8. lett egyéniben. Paralimpiai 5. helyezettünk számára azonban leginkább a fejlődésről szól az épek közötti versenyzés. Én azt érzem, hogy a felnőtt női mezőny, illetve azért a juniorokkal kiegészítve a női mezőny áll a legközelebb az én nemzetközi mezőnyömhöz. És hogyha fejlődni szeretnék, tehát hasonló élményeket gyűjteni, illetve hasonló szintű versenyzőkkel vetélkedni, akkor ez az alap, hogy az épp versenyzőkkel lövök együtt. Még úgy is, hogy így nem garantált az, hogy érmes leszek. De megéri. Péni István ugyanolyan remek formában lőtt, mint az EB válogatókon, aminek 3 aranyérem lett az eredménye. Ezek után bosszankodhatna is amiatt, hogy a 10 méteres Európa-bajnokságot elhalasztották. Ám inkább a jó oldalát nézi ennek is. Nyilvánvalóan másabb lesz egy kis ez az Európa-bajnokság, hogy átkerült májusra, hiszen ilyenkor a téli időszakban mindenki csak a légre készül, most már vegyesen fogunk készülni mind a kettőre, de hát az olimpián is ugye mindegyik versenyszámunk lesz 10 és 50 méter is, úgyhogy ebből a szemszögből nézve viszont meg lehet, hogy szerencsésebb az, hogy lesz egy olyan főpróbánk az olimpiáról, hogy mindegyik versenyszámban ott kell lenni. A jelenlegi tudomásunk szerint ez a verseny legalább meg lesz tartva. Péni István vegyes párosban Dénes Eszterrel végzett az élen. Erre a versenyszámra akár jutalomjátékként is tekinthetnének, azonban nagyon is komolyan vették. Kicsit más hangulata van szerintem, de mivel olimpiai versenyszám ugyanúgy, ahogy az egyéni, az is egy komoly versenyszám, és oda kell tenni magunkat, ugye az kicsit más, hogy összeadódnak az eredmények, így igazából a másik ér, a másikkal lövünk, szóval abban a tekintetben egy kicsit más, de ugyanúgy oda kell tenni magunkat. Egyáltalán nem kezelem másképp, egy kicsivel annyival könnyebb a helyzetem, hogy itt van mehetem ugye Eszter, akire lehet támaszkodni, de nem kezelem másképp, ugyanannyira fontos számomra ez a versenyszám is. Az újpestiek közül nem csak ők szerepeltek kiemelkedően. Puskás számokban 14 aranyérmet osztottak ki, ebből 10-et sikerült utés versenyzőknek megnyernie. Pisztolyosok is szépen hozzájárultak az éremgyűjteményünkhöz, 27 érmet szereztünk ezen a hosszú hétvégén. Hát igen, ennek megvan a előzménye. Mi egész Covid alatt szépen dolgoztunk, online versenyt szerveztünk, részt vettünk versenyeken, online versenyeken, folyamatosan együtt tudunk készülni, és mert nagyon sok jó lövőnk van, ezért ők az edzéseken is, és a versenyszerű edzéseken is húzzák egymást, úgyhogy
igen, ez ennek az eredménye. A lilafehérek versenyzői az Európa-bajnokság elhalasztása ellenére nem unatkoznak a következő hetekben. Most kapnak egy hét pihenőt a versenyzőink, és készülünk ugyanúgy tovább. Az újpesti tornaegylet jó voltából két versenyzőnk remélhetőleg részt tud venni az indiai világkupán, ugye Pén István és Dénes Eszter, ők mint a versenylovak a startgépbe állnak, hogy versenyezhessenek, úgyhogy ezt az egyesületünk úgy tűnik, hogy lehetővé teszi nekünk. A többiekkel pedig készülünk, ugyanúgy két hét múlva lesz egy Budapest bajnokság, utána lesz egy fedett pályás, 50 méteres bajnokság, úgyhogy hát próbáljuk őket tűzben tartani. Egyébként nekem is hiányzik az, hogy hajnalba keljek azért, hogy egy ázsiai versenyt végignézzek, úgyhogy én is már várom, hogy legyen ilyen megmérettetés. Női légpuskában Cviklveres Kata harmadikként zárta az alapversenyt Mészáros Eszter és Dénes Eszter mögött. A döntőben pedig már ifjú vetélytársainál is jobb volt. Az elmúlt versenyeken azt hiszem, hogy már kezdtünk hozzászokni ahhoz, hogy elég erős döntőket lövünk a hölgyekkel, és végre nagyon örültem neki, hogy a két szuperklasszis lövünk mögött nem kell annyira szégyenkeznem, hogy csak éppen hogy le vagyok tőlük maradva az alaperedményemmel, és azt hiszem, hogy ez igenis számított a döntőbe álláskor. Vajon a nagyobb rutinnak volt köszönhető az aranyérem? Ez egy érdekes kérdés. Én azt hiszem, hogy a tapasztalatnak és a rutinnak akkor van értelme, hogyha az ember ezt fel is használja valamire. Azért láttunk arra is nagyon sokszor példát, hogy hiába rutinos valaki nem tud vele mit kezdeni. Én amikor annyi idős voltam, mint ők, hogyha most ezt egy picit megfordíthatom, akkor sokkal könnyedebben engedtem el ilyen lehetőségeket, akár egy ilyen döntőben, mint amit most, mert most minden egyes győzelem, vagy minden egyes ilyen eredmény az egy kincs, és arra már teljesen másképp tekintek, és teljesen másképp gondolok, hogy fogok majd neki örülni, ha megtörténik, és azt hiszem, hogy ez nagyon szépen gatyába tud rázni egy-két olyan pillanatban, amikor arra van szükség, és az ember nem kibújik a felelősség alól, hanem beleáll és szembenéz vele. A szövetségi kapitány sok pozitívumot látott a 100 halombattai országos bajnokságon. Minden olimpiai egyéni versenyszámban született nemzetközi szintű eredmény, ez nagyon fontos. Férfi légpisztolyban Tátrai Miklós most már nem először lő kiváló eredményt, és nyerte meg a döntőt. Major Veronika női légpisztoly döntőt egy nagyon éles meccsen nyerte meg. Csak tizedekkel tudta legyőzni Fábián Sárát, az egy nagyon jó mérkőzés volt. Férfi légpuskában nem fért kétség Péni István győzelméhez kiváló kvalifikációs eredményt lőtt, és nagyon erős volt a döntőben is. És a női döntőt pedig, női légpuska döntőt Cvikl-Veres Kata nagyon erős döntővel nyert, az is egy változatos, élvezetes meccs volt, a kvalifikációban is jó eredmények születtek. A juniorok is, akik most elindultak a mai napon a felnőttek között, érmeket tudtak szerezni, magas kvalifikációs eredményt lőttek, úgyhogy azt gondolom, hogy az eredményekkel elégedett lehet nem csak én, hanem a nézők is.